Azért mosolygok egy picit, mert én már láttam az eredményt. Ez egy fine diningos bundás kenyér lett. Arra kérlek, hogy ne kapcsold ki, jó, a videót. Nézd végig, légy szíves. Szerintem nagyon jó lett, nagyon érdekes lett. És akkor lássuk azt, hogy miként is néz ki egy bundás kenyér. A paprika paradicsom szószhoz az alapanyagoknak az előkészítése a következőképpen fog kinézni. Fogjuk majd a paprikát, körbeégetjük, megpucoljuk. Fogunk egy csipeszt, magát a paprikát, előtte egyébként a paprikát megmostam, és elkezdjük égetni. Jó, bátran tegyük oda a lángra. De hogy haladjunk a művelettel, én már mellé rakom a másodikat is. És egy fóliával letakarjuk. Aztán a paradicsom esetében beleengedjük majd forró vízbe, egy nagyon picit, lehámozzuk a héjjel, és akkor az egészet összefőzzük, leredukáljuk, hogy koncentráltabb legyen az íze. Jó, a paprika most már pihen a fólia alatt, úgyhogy kezdjük meg a paradicsomnak az előkészítését. Ugye, ahogy mondtam, meg kell hámoznunk a paradicsomot. Ezt hogy fogjuk megtenni? Ide készítettem vizet, ez most már gyöngyözve for. Nagyon fontos, lejjebb is vesztük egy picit, hogy nem kell zubogva fornia. Már ide készítettem hideg vizet, a legjobb, hogyha jeges a víz. Ez most csapvíz, de kellően hideg. Nem kell átvágni a paradicsomunkat, csak éppen, hogy megkarcoljuk. Jó, beletesszük a paradicsomot. Kiemeljük, és jöhet a következő. Föltettem az edényt melegedni, egy evőkanál olaj van már benne. Szükségünk van akkor a paprikára, amit elősítettünk, feldaraboltunk. Szükségünk van még a paradicsomra, aminek a héját eltávolítottuk és szintén feldaraboltuk. Egy kis kanál só, ebben egy gereszt fokhagyma van. Szükségünk van kakukkfűre, közepes fejvörös hagymát három nagyobb darabra szétvágtam. Ére teszünk bele még egy kis Worcestershire-szószt, ez nagyjából egy kávés kanálnyi csak. Kezdjük a paprikával. Nagyon jó, dolgozik a paradicsomos paprikás szószunk, úgyhogy van időnk, körülbelül szerintem egy óra kell neki. Most van időnk ahhoz, hogy a többi komponenssel is foglalkozunk. Legyen a következő az a teazselé. A teazselének az alapja természetesen tea. Én már lefőztem egy adagot. Körülbelül ez a 3 deci folyadékhoz én tettem 4 teafiltert, tehát elég erős tea lett belőle. Szükségünk van arra, hogy intenzív vízű legyen, mert amikor zselét készítünk belőle, akkor veszíteni fog az ízéből, tehát rá kell ízesítenünk. Cukrot tettem bele, és citromot, mind a kettőt az előbbi oknál fogva kicsit túladagoltam. Tehát ha most megkóstolnánk, akkor nem is biztos, hogy olyan finom lenne, mert túl intenzív vízű, de zseléként ebből veszít, úgyhogy akkor lesz kellemes. A zseléhez már föltettem a lábosunkat a tűzre, és belöntjük a teát. Illetve mellé is, nagyon jó. Fejbe emeljük a lángot, és felforraljuk. Egy ilyen agar nevezetű készítményt fogunk, egy port fogunk hozzá használni, ezzel fogjuk majd besűríteni. Oké, tehát akkor belerakom az agart. Két és fél percet forraltam még, lekapcsolom, és kiadagolom a
tányérokba, egy szűrőn keresztül öntve. Szerintem így most már elég meleg ahhoz, hogy belerakjuk a zagart. Forraltuk a szószunkat, kb. 2,5-3 percet. Hú, baromi idő van most már itt a konyhán, köszönhetően annak, hogy már a főzésnek a javában benne vagyunk. Ugye elkészült a tea zselénk, illetve a ketchup alternatívájaként ugye megvan most már ez a paradicsomos paprikás szószunk. Mi az, amivel még szeretjük fogyasztani a bundás kenyerünket? Hát én a magam részéről baromira szeretem ecetes uborkával, úgyhogy erről is valahogy meg kéne emlékezni a tányéron. Mielőtt még belekezdenénk, azért azt tárgyaljuk meg, hogy milyen formában lehetne ezt megoldani. A zselé meg a krém már foglalt, legyen akkor hab, hogy legyen egy másfajta textúra is a tányéron. Uborka habot kéne készítenünk. Igen ám, csak mi a probléma? A probléma az az, hogy a folyadék, amiben ez tartósítva van, az teljesen áttetsző. Na most, ha én habot, ezt a fómot szeretném belőle készíteni, ahhoz nekem színes folyadékra volna szükségem. Ha már habot készítünk, és annak az íze az utal az uborkára, nem baj, hogyha a színe is ebben segít. Olcsó megoldás lehetne az, hogy veszünk zöld színezéket, belepötyögtetünk, és már készen is van a zöld folyadékunk, de most valljuk be, hogy ez jelen esetben nem járható. Itthon meg nincsen gyümölcscentrifugám, úgyhogy azzal sem működik. A következőt találtam ki, hogy használnánk egy reszelőt, és használnánk egy kígyóborkát. Tehát az ecetes uborkának felhasználjuk a levét, ugyanis az baromi finom, édes, ecetes. Nagyon jó hozza az uborkának a karakteres ízét. Mi lenne akkor, hogyha lereszelnénk ezt a uborkát, besóznánk, de csak nagyon picit besóznánk, és most kivételesen a levét használnánk föl. Az a lé ugyanis zöld színű, és szerintem azzal tökéletesen meg fogjuk tudni színezni ezt a levet. Jó, egyre figyeljünk, hogy inkább hosszabb ideig álljon ebbe a sós lébe, mint hogy sok sót használjunk. Tehát nem szeretném, hogy az a ecetes uborkalé az elmenne nagyon a sós irányba. Ha azt gondolod, hogy ezt most egy ugyanúgy bebundázzuk, mint korábban, és kisütjük valami nagyon szép formába, nem. Ezen egy picit módosítani fogunk, és kiemeljük azokat a részeket, amik a bundás kenyeret bundás kenyeré teszik. Ki kell sarkosítani. Ugye miről szól maga a bundás kenyér? Általánosan elfogadott dolog, hogy a közepén ugye legyen jól átitatva a tojással. Ki ahogyan szereti, átsütve, teljesen átsütve, vagy egy picit olyan nyersen vagy kocsonyásan a belse, ez most teljesen mindegy. A lényeg az, hogy legyen átitatódva tojással, alapvetően legyen puha, viszont a héjánál legyen ropogós, úgy, ahogy az korábbi videóban, amit készítettem, lehetett hallani. De hogy lehetne? Hát úgy lehetne, hogy ami ropogós, az legyen nagyon ropogós, ami puha, az legyen nagyon puha és szaftos. A következőt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha egy kiszúró segítségével formákat vágnánk ki a kenyérből. Egy ilyen szeletből szerintem kettőt simán ki tudunk vágni. Így. Tehát kiszúrtuk a nagy korongokat, 4 darab szelet kenyérből lett ez a 8 darab korong. Azt elfejtettem mondani, hogy bloomer kenyeret használunk, ismételtem, mint azt a korábbi bundás kenyerek esetében. És a következő a teendő, hogy ezt a keretet meg tudjuk külön sütni ropogósra, ezért egy újabb kiszúróval, egy kisebb átmérő kiszúróval most a közepét próbálom eltávolítani. És valami kivéletes módszerrel megpróbálni
kiszúrni úgy a kenyeret, hogy ne szakadjon el ez a külső perem, így. Jó, és akkor az lesz a belső rész, ez pedig a külső, és az összes kenyeret így szét kéne bontani gyűrűre, illetve a belső részére. És akkor külön-külön fogunk most ezekkel foglalkozni. Gyakorlatilag ezekből a gyűrűkből egy ilyen speciális kruton fogunk készíteni, és a tényleges bundás kenyér, azok ezek a korongok fogják majd adni. De hogyan is készül ez el? Nézzük meg, akkor foglalkozunk először a krutonnal. Olvasztottam vajat, ez egy sózott vaj, amibe belepottyantottam egy gerezd fokhagymát, de csak megmetszettem, hogy ugye az íze átjárja majd a vajat. Külön sózni nem kell, mert ahogy mondtam, a vaj sós, és hát akkor forgassuk be, és akkor nézzük meg, jó, hogy hogyan is készül az el. Jó, tehát megforgatjuk, így, és ez így kész is van. Következő, megforgatjuk. Úgyhogy mehet be a sütőbe. Ahogy mondtam, előmelegített sütő. Nem tudom, hogy ez mennyi idő lesz. Én azt mondom, hogy első körbe beállítunk neki 4 percet, ellenőrizzük, hogy hogy áll, és adunk további időt, hogyha még szükséges. Felhasználásig kirakjuk erre a tányérra. Én itatós papírt helyeztem el alá, egy ilyen kéztörlő papírt. Kacsazsírt fogok belerakni a serpenyőbe. Látható, hogy ez egy ilyen fél kanálnyi kacsazsír, nem kell hozzá túl sok. Most nagy lángon van, viszont ezt majd mérsékeljük, hogy biztosan átsüljön, hogy a kacsazsír hasonlóan a vajhoz eléggé gyorsan olvad és melegszik. Szerintem kifejezetten finom ízű, tehát a zsíradékoknak a táborában a finom kategóriát képviseli. Belehelyezzük az összes többit. Illetve ha megnyomkodjuk, akkor látjuk, hogy illetve érezhetjük azt, hogy olyan puhák. Akkor nézzünk meg egy bundás kenyérnek az összeállítását. Kiválasztottam egy gyűrűt, ami így szimpatikus volt, meg egy belső korongot. Tehát ez a fele az, amit majd szeretnénk láttatni. És ugyanezt megnézzük a bundás kenyér esetében is. Nekem ez szimpatikusabb ez az oldal. Na most, hogy töltjük meg, vagy hogy illesztjük be? Nagyon fontos, hogy nem felülről tesszük, hanem alulról fogjuk. Tehát mind a kettőt megfordítjuk, és alulról kezdjük el begyömöszölni. Ugyanis, hogyha ezt lehelyezzük a tányérra, ugye az a fontos, hogy a tetején az illesztés az jól nézzen ki, az alján pedig hát olyan, amilyen. De látható, hogy nekünk ez a cél így.
Hello! Szia! Van kedved kipróbálni a fine dining bundás kenyeret? Igen. De el kell mondani a véleményt is, jó? Jó. Minden, amit gondolsz róla. Na tessék. Hogy tetszik a tányér készítése? Jó néz ki. Jó néz ki? A uborka hab nagyon jól néz ki. Igen. A toast... Arra bundás kenyére gondolsz? Mhm. Uh-huh. Igen. Úgy néz ki, mint egy fontos, mert körökes. Igen. Crispynek néz ki körülötte a... Majd kóstold meg, hogy mennyire kenyér. Jó. Megkóstolom. Érezheted a fokhagymát a tésztába. Nagyon jó. A kenyér nagyon ropogós. Igen. A tojás. Na, pont jó. Még ilyet, hadd hallgassuk, hogy mennyire ropog. Aztán, nagyon jó. Ropogós, igaz? Uh-huh, nagyon. Most megkóstolom a jelly. Uh-huh. Az a tea, igaz? Uh-huh. Tea íze van neki? Uh-huh. Jó íze. Olyan, mint a fekete teja. Uh-huh. Ami jó. Kisebb, vagy? Nem annyira. Édes, igaz? Ja. Jó, sok édes. Inkább édes lenne. Aha. Édes. Aszta. És melyik a kedvenc részed? A kedvenc részem az a hab. Nagyon szeretem rajta a tetején, meg ahogy megvan. Meg szeretem a jelly, uh-huh. Hogy így átmegy. Meg szeretem, hogy ez így körbe megy. Aha, tehát jó néz ki a tálalása? Uh-huh. Tetszik neked nagyon? Igen. Uh-huh. És a krém az milyen? A paprika krém? A paprika krém. Uh-huh. Az is jó. Az olyan majdnem, hát egy picit olyan, mint a ketchup, tehát az az alapja, uh-huh. Csak egy kicsit több paprika van benne. Igen. Paprikát szeretem. Oké. Okay. Hát akkor ez jó sikerült? Azt igen, mondjuk. Jó sikerült. Hónap reggelire, meg hónap utántól ez lehet reggelire, mi? Ja. Na, volt egy tesztelünk is végre, akkor láthatjuk, hogy milyen volt az uh-huh. étel. Jó volt? Tetszett? Igen, nagyon jó volt. Finom volt? Melyik volt a kedvenc részed? A kedvenc részem volt a zselé, meg a bundás kenyér. Azt, ezt örömmel hallom, és akkor hajrá! Tovább haladunk. Big Spoon, ugye? Big Spoon.